Ukrajnából bombázásokat jelentenek a háború 19. napján is. Lövedékek értek egyebek mellett egy kijevi tömbházat. Tegnap reggel orosz támadás érte a lengyel határ melletti katonai támaszpontot. Máriupolban az ukrán hatóságok szerint 2500 civil vesztette életét. Felhívjuk figyelmüket, megrázó felvételek következnek. Ukrajnában ma reggel több városban folytatódtak a bombázások. Kijevben reggel lövedék csapódott egy tömbházba, legalább ketten életüket vesztették, többen megsérültek. Ukrán hatósági jelentések szerint ma két találat ért egy fogyatékkal élőket és mentális betegségben szenvedőket ellátó központot is a főváros közelében. Ugyanakkor közösségi oldalon közzétett felvétel szerint robbantottak a főváros egyik lakónegyedében. Közben orosz támadás érte ma a Kijev központjától mintegy 10 kilométerre található Antonov repülőgépgyárat is. Kharkov központja romokban hever. Szumiban legalább 3 halálos áldozatot jelentettek a bombázások nyomán. A Kijev melletti Bucsá városban tömegsírba temettek 67 embert az orosz csapatokkal vívott heves harcokat követően. Tegnap támadás érte a lengyel határtól mintegy 30 kilométerre lévő Javoriv katonai támaszpontot is. Az orosz védelmi minisztérium ennek nyomán mintegy 180 külföldi zsoldos és egy nagy nyugati fegyverszállítmány megsemmisítéséről számolt be. Az ukrán hatóságok a támadás követően 35 halálos áldozatról és 134 sebesültről számoltak be. Volodymyr Zelenszky, ukrán államfő tegnap közölte, eddig közel 125 ezer embert menekítettek ki biztonságos folyosókon, és elindult egy humanitárius konvoj Mariupol felé is, ahol 400 ezer lakos rekedt. Az ostromlott dél-ukrajnai kikötővárosban több mint 2500 lakos vesztette életét az elnöki tanácsadó szerint. Az ukrán főügyészség ma közölte, az ukrajnai harcok nyomán 90 gyermek életét vesztette és több mint 100 megsérült. A harcok kezdete óta 7 kórházat romboltak le az orosz bombák, közben amerikai lapok arról tudósítottak, hogy Oroszország 6 felszerelést kért Kínától. Ezt azonban először Peking, később a Kreml is cáfolta. Az Európai Unió elítélte, hogy orosz csapatok elrabolták Melitopol és Dnyiprorudne polgármesterét, amely újabb támadást jelent Ukrajna demokratikus intézményei ellen, jelentette ki tegnap Josep Borrell, uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő. Ukrajnában életét vesztette egy amerikai újságíró. Brent Renault dokumentumfilmet forgatott a menekültekről.